Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a Strategic Command American Civil War folytatása a déli kampányunkkal. Veterán nehézségen. Hát igen. Az a paci bajban van. Azt lehet, hogy el fogjuk veszíteni. Sőt, inkább arra azt mondanám, hogy majdnem biztos, hogy el fogjuk veszíteni. Megtette a feladatát, úgyhogy nem sajnáljuk, bár nyilván jó lenne, ha megúszná. De, hogy őszinte legyek, majdnem nulla erre az esély. No, megérkezik a valaki. Tábornok meg néhány erő. Azt hiszem még egy fél év körül van, amíg megérkeznek majd itt a kaliforniaiak, ha ide jönnek, és nem éjszakabbra. Mert azt hiszem van egy olyan opció is, hogy éjszakon bukkannak fel. 1300 zseton. Egyre többet kapunk az angoloktól, az nagyon jó hír. Meg egy-két bányát és ilyesmit ugye elfoglaltunk azért, ami szintén fincsi. Úgyhogy, ha nem is egyenlő, de egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy egyenlő legyen a gazdaságunk az északi oldallal. Ami meglepő. Ó, és ugye, ők megkapták az összes technikát, amivel rendelkezünk. Ha még jobb lett volna, ha felderítők már megvannak, nem is tudom, hogy elkezdtük-e kifejleszteni. Azt hiszem nem, mert túl drágák. Legalább visszamenekült. Legalább annyi. Oké. Meg is... Nem mondod, hogy azzal a hajóval kárt tudod bennem tenni. Azzal a mikrocsónakkal. 3-0-ra. Na, az a csúnya dolog. Jó, hát ez várható volt. Ja, az Alexandriát meglőtte. És most a másik hajót is szavatokra lövik. Ez a bajom egyébként, hogy veszteség nélkül semmisíti meg gyakorlatilag ezeket a hajókat. Veszteség nélkül. Au! És el sem tudom látni, mert most el lesz vágva. Most majd ezt fogja kitalálni, felteszem. Kettő. És el sem menekült. Mintha segítene rajta, mert talán ide, oda se tudok belépni. Mellettem fog állni. És felgyógyít mindenkit. Jó, az mondjuk belefér. Meg várható. A tengeri rész az, ami a katasztrófa, hogy mind a két egységet simán kilőtte. De hát esélyem sem volt kimenteni őket. És igazából nem tudom, hogy lehetne megmenteni azt az egész csapatot úgy bárhogy is, hogy azt a tengeri harcot megnyerjem itt a 4-5 fregattal, meg a 2 vagy 3 monitorral szembe. Úgyhogy ez így eléggé macerás ügy. De jó, itt-ott esetleg tudok valami összecsapást tenni. Meg például azt a fregattot ott talán le tudjuk vadászni. Innen indulva. Talán. De hát... Ó, és valahol ide kihozta. Majd meglátjuk, hogy mit tudunk tenni, de nem látom be, hogy ez hol lesz egyszerű nekem, vagy működőképes. Rengeteg-rengeteg apró kis csónak. Amikkel valamit kéne kezdeni.
Az eddig jó. Eddig meglepően jó. Most már nem annyira. Au, az fájdalmasan sok volt. Talán nem tud senki még mellé lépni. Kettő. Ha nem tudja becserélni, akkor mondjuk nem nagy baj, csak nem jó. Au, ki ne lőtt Fredericket, mert az kell nekem. Az egy kritikus város. Nagyon jó lenne, ha végre fel tudnám fejleszteni a haderőimet. Hogy az elvágható. Azt hiszem, ha csak ide nem lép valamivel. Na itt a gond, hogy azt már nem tudom csak úgy megvédeni, attól szembe a hákút. Jó, ez még bele is fér. Egy-egy a fejlettebb és nagyobb egységre a sima ügy. Au! Instant kivégezte. Annyira nem volt erős az az egység. Legalábbis én nem éreztem benne ezt az erőt, hogy ez így érjen véget. Nagy paci. Nem jó, de ez van. Jó, hát itt már nyilván becseréljük az egységeket. Még esetleg lehet valamit garázdálkodni ezzel a pacival majd, meglátjuk. Helyes? Semmi? Akkor jól állunk, akkor ezt a New Orleans teljesen megvédtük. Helyes? Egy-két helyen voltak veszteségeink, de nem mindenki mindenütt halt meg, ami azért jó hír. Ha-ha. Azt el tudjuk vágni. Sőt, ha nem tud belépni oda senki, akkor a várost is elfoglalhatjuk. Bár felteszem, valamelyik rá tud lépni sajnos a városra. Ennyire nem leszünk szerencsések. De majd kiderül. Abból még kicsuroghatott valami. Ezekből kicsuroghat még valami. Na hát, kemény harcok, négyre le lett ütve az a HQ, az azért csúnya. Azt elkerültem volna szívesen. Az drága lesz, és hát elég sok erőforrást elfog. Ráadásul ugye veszti a XP-t a HQ, ami sose jó. Né, nyilván. Jó. Nem kaptuk meg a lehetőségeket, az azért elég brutális, hogy ott 5-5 lépett, ha jól számoltam, plusz harcolt. Az ott kezd nem túl reális lépéssor lenni. Á, belépett, pedig ezt el lehetett volna vágni, ha nem teszi meg. Ó, fel akarja menteni ezt az útvonalat, mintha számítana neki. Az a gazdaság. Mintha számítana. Tudjuk, hogy számít, de... No. Örömmel látjuk, hogy tényleg útba van. Ezt meglátjuk, hogy itt mit tudunk tenni most. Nem sokat valószínűleg. Pacival legjobb esetben ki tudunk jönni. Bár ugye itt a mocsáron keresztül kapná az ellátmányt, úgyhogy lehet, hogy ez nullás ellátmányom áll. Részben attól függ, hogy ezt mit tud tenni. Ha ide be tudunk lépni, akkor azért itt legalább részben el tudunk vágni csapatot, ami azért hasznos. Transportok valahol mozognak. Ja, és nem nagyon tudom megvédeni a további területeket. Ennek ellenére, hogy transportok mozognak, mert nincs hol és nincs mivel megvédenem majd a következő
partra szállásokat, bárhol is legyen az. Itt is van egy, az is sérül, az is sérül. Helyes, azt hiszem most már le fogom lőni, csak hogy meglegyen. Idahóban aranyat találtak. És abban az egy városban, ahol egyébként fél tucat egység állott randalíroznak. Teljesen reális. Ez teljesen reális. No. Lássuk, hogy is állunk. Hát a csónakot sajnáltam. Na hát ez van. Egy darab egység. Oké, hogy az nagy, de attól még egy. Te gyere ki. Te menj oda is. Tartsd fel ezt a frontot. Jó, és őt pedig megpróbáljuk felfejleszteni. Ennyi lesz az ő bónusza. Vissza a ellátmány felé. Te is vissza az ellátmány felé. Hát akkor randalírozz, amerre tudsz. Ezek meg itt próbálkozzanak valamit esetleg később, valahol, valahogyan, valamikor, valamiért. 2-1 az nem egy nagy eredmény, az 1-1 szintén nem. Oké. Fene vigyen el. Azért az 5-2-t egy kicsit túlzásnak érzem, jó? Azért az 5-2-t egy kicsit túlzásnak érzem. Becseréljük, így akkor nem áll a 3 HP-s egység a frontvonalon. Jó, hát ez így jártam. Szárosban álltunk, lehet, hogy jobb lett volna azt felgyógyítani, nem tudom. Na, az azért, hát ha megüti, az jó lett volna, úgyhogy nem üti meg, úgy nem annyira. Kicsit hasznosabb lett volna azért, ha hármat pofozunk ebbe az egységbe. Jó, meg lett a 3 összességébe. Úgy nem annyira zavaróan rossz a végösszeg. Csak nem jó. Csak még mindig nem jó. Na, itt mit tudunk tenni? Hát 3 az jól hangzik. Egy megsemmisül, helyes. Három nulla, azt mi lenne, ha nem kérem? 3-0-át mi lenne, ha nem kérném? Oké, és akkor végre elkezdjük ezt blokkád alá venni. Nem tudom, hogy működik-e, de talán. Talán működik. Jó, hát ennyi. Ezt megnéztük. Ezt az útvonalat üresen hagyjuk. 50% felé közelít az angol, ami azért jó hír. Ez kapjon egy
erősítést. Ó, ez nagyon-nagyon jó hír. Ahogy ott van egy paci, a fene vigye el azt a paciát. Oké. Ezt gyógyítsuk fel. Ezt meg léptessük ide. Ez a paci száguljon föl, aztán majd részt vesz itt az elvágásba. Meg ti is igazából sipirceljetek, mert van feladatotok. Bőven van feladatotok. Oké, aztán hogy és mint, sehogy mi. Üres, üres, remek, sehogy se jó. Ezt lőjük ki, azért sem is hittem meg, mert így megkapjuk a morált belőle. Biztosan, ami azért nem hangzik rosszul. Átmozgás. Kettő-kettő, az nem olyan vészes, láttunk rosszabb harcokat. Persze, hogy ott van. Persze, hogy ott van, ahol nem keresem. Hát hol máshol lenne? Jó, és természetesen hazudik az értékről. Természetesen hazudik az értékről. Csak ez tényleg olyan, hogy akkor nem nagyon tudok mit kezdeni veled. Ha ilyen pofátlanul hazudsz. Négy egy, az nem hangzik jól nekem. De két ágyú tűzzel egy kicsit meg tudjuk segíteni. 3-2. 3-2. 3-3, az a baj, hogy elkergeti. Alapvetően nem rossz, csak nem jó. Jobb lett volna, ha maradnak. Na mindegy. Na mindegy. Ja, hát ezt leütjük, mert igazából ezért jöttünk ide. És akkor szerintem ezek visszavonulnak itt. Jó. Az legyen ott. Te legyél ott. Ti pedig. Húzódjatok beljebb, most ezzel nincs mit tenni. Ez, ha nem is vonal, de valami legyen. Valami. Vonalhelyettesítő kísérlet. Ja, és akkor aki tud esetleg gyógyul... Ó! Oh, ennek az az előnye, hogy őt fel tudom húzni ott a fronton. Nem egy nagy eredmény, de nem is rossz. Sokkal-sokkal rosszabb lehetne. Ezt miért is nem tudom fölfejleszteni? Csak úgy érdekel? Ja, mert harcolt. Ja, mert harcolt, és ilyen apró bokok miatt nem tudunk már fejleszteni valakit, mert harcolt. Ha! Minden apró mellékes indokkal ezt megvonjuk a háború lehetőségét.
No, ennek örülök. Jobb lett volna, ha kiütjük persze, de így jártunk. Ez a front, ha nem is jó, de most valahol áll. Valahol áldogál. Hát itt mindegyik ultra gyér. De megtartjuk Hargerstont, és talán itt vissza tudjuk tolni az ügyet esetleg, hogy kicsit vonalapszerű legyen. Hát Gettysburg felé már nem nagyon fogunk mi itt kitörni többet. Azt hiszem ez a fölfelé való csapásunk ez ennyi volt. Most majd az ágyuk fognak itt lépkedni Washington felé. Nagyon-nagyon-nagyon apránként. Azt hiszem itt ennyit tudunk tenni. Na. Wilmington potenciálisan kap majd egy partra szálló erőt. Oda kéne valaki. Csak honnan és ki című játék. És ez a bajom, hogy innen honnan szerezzek neki erőt. És ez akár ebben a körben megérkezhet már. Ugyanígy Georgetown, kicsit később ő is. Savannah Pepita, és ide is. És ugye az egyetlen egység, amit kapunk, az egy kór, amit sok minden helyre küldök, de nem oda. Tehát azokra a feladatokra biztos, hogy kis egységet fogunk küldeni. Kór az ide jön, hogy itt kisé eltolja az arányt felénk, hátha megfog valamit is. Kutatás... Csomó befejezve, akkor az ipart toljuk meg. Hát jó lenne ebbe is kettőt rakni, de az most nem jöhet szóba sem. Hát azok is jók lennének, de szóba se jöhet. Hogy őszinte legyek, partra szálláson nem fogunk küszködni. Tengerészet jó lenne, de túl drága. Jó, mit tudunk venni? Például visszavenni egy... Nem tudjuk visszavenni. Ja, mert ez egy bónusz monitor volt. A fregatt, azt abban már nem ölünk pénzt, az ahhoz túl gyenge. Vagy abba pénzt öljünk. Az csak meghalni jönne. Itt meg nincs sérült egység, azt nem veszünk vissza. Jó. Hát azt hiszem ez ennyi volt. Ezek az ágyuk majd akkor tudnak menni, ha itt lépünk föl. Ahhoz ugye először látni kéne a mezőt. Mert jó lenne egyébként ezt a zónát megszerezni, és akkor Washington mellett áldogálni. Hát ha be tudunk törni egyszer egy Washingtonba. Vagy valami. A kór esetleg. Fölér, fölgyógyít, és talán be tudja majd venni. De az még odébb van. Jó, hát itt visszavonultunk sajnos, a paci az elvész. A paci az elvész, egyébként nem kéne itt valahonnan nekem egy fél tucat egyéb egység? Hát kéne, de nincs. Kéne, de nincs. Kéne, de nincs egyenlőre. Erre a frontra nem tudunk eleget küldeni. Az egyetlen jó ír, hogy az, ami itt van, az nem védi Washingtont. Nem mintha olyan nagyon hiányozna neki ott egység. Egyáltalán nem érzem azt, hogy olyan rosszul állna. Egyáltalán nem érzem azt. Na mindegy, itt azért egy elég jó zavaró repülést tettünk. Jó, angolok blokkádkodnak. Nő az angol népszerűség. 53-ra felugrott, helyes. És ezúttal most őket zargatják a rablók. Ha nem is jó, de legalább valami. Legalább valami.
És eső, bár igazából nem azon a helyen, ahol harcolunk, úgyhogy túl sokat nem befolyásol. Túl sokat nem befolyásol. Na, hát remélem nem lesz egy újabb veszélyes partra szállás. A Norfolkit meg tudtuk fogni, a New Orleansit meg tudtuk fogni, az azért egy jó bónusz volt, és a Pensacola-i is az csak egy kört ért el, nem pedig az egész zónát kiütötte. Úgyhogy azért összességében nem olyan rossz, mint lehetne. Abszolút nem olyan rossz. Ezt szerintem fölküldöm oda. És amikor a paci majd beleütközik, akkor esetleg tudunk majd valamit csinálni. Háhá. Oké. Nem jó, de így jártam. Ajajaj. Remélem több nem van. Nem jön. Még egy jön. Oké. Ezt még megúsztuk. Ezt még megúsztuk. Jó, a város bombázza. Nem jó, de így jártam. 2-1. Nem szép, de oké. Legalább mondjuk bekergette a kikötőbe. Úgyhogy egy kört nyertem. Technikailag. Ezt a sérült csónakot meg most viszi fölgyógyítani. Úgyhogy az egyetlen elért eredményem az az, hogy nincs meg. Ez így érdekes. Hoz egy másikat. Remek. Jó, ott nézik egymást a erők. Ez várható volt. Valahova elvitte. Majd egyszer talán meglátjuk. Még mindig gyógyítgat itt veszettül, de egyenlőre azért úgy érzem, ha más nem, akkor kölcsönösen ott lekötünk két egységet, és az enyém az egyik az értéktelen. Azaz engineer az annyira nem befolyásol senkit, hogy az két komoly egységet megfog. Egy engineer meg egy jó egység, az majdnem jó nekem, majdnem jó nekem. Oké, kár, hogy még mindig nem tudjuk megcsípni. Újabb gambót. Vége láthatatlan gambótok száma. Az egy érdekes lépés, hogy az erőd mellé áll. Jó. Az maradhatott volna itt pedig, hogy kilőjem. Azt örömmel vettem volna, hogy ezzel a kettővel kiszedjük azt a csónakot. Ouch. És az egy kór. Úgyhogy ott sürgős átgondolás lesz a mit tudunk tenni című feladványban. Ahogy sürgősen át kell... Három. Öt. Jó hír, hogy kivonult, de... De ez ilyen felemás jó hír, mert elfoglalta az erődöt. Hogy a fene vigyen el? Elmenekülsz? Nem, akkor meghalsz. Oké, ellátmányban haltak meg, de ettől még nem örülök. Aha. Aha. Ezt azért így nem tartom tisztességesnek, jó? Hogy... Ezt marhára nem tartom tisztességesnek, hogy négyet vagy ötöt ütött a hetes becserélés után városba védekezve. Az egy kicsit aránytalan volt.
Itt most nem igazán érzem azt, hogy ez tisztességes csaták. És nem csak azért, mert hátrányba vagyok a... hogy hívják be? Technika, hogy mi az... ugye a nehézség. Nem jó nyilván, de... de itt egy kicsit aránytalan pofátlanság volt, hogy, hogy mennyiket ütött. Rendszeresen ütött rám 4-5 olyan támadásból, amiből nem igazán illik annyit ütni. Tehát 1-1 cserék helyett 4-5 ütött rendszeresen. Ez most nagyon-nagyon drága lesz. Úgy érzem, ez a kör nekem. És ennyit nem tudok fizetni. Jó, ez továbbra is menek. Attól függ, itt talán el tudjuk ezt vágni. De hát, na, milyen elvágás lesz a című játék. Majd kiderül, de ez nagyon nem volt szimpi. Itt egy kicsit sokat fizettünk. Olyan ér, amiért nem nagyon kellett volna fizetnünk. Na mindegy. Egyelőre ennyi. Ennek a szakasznak a vége. Meglátjuk, hogy mit tudunk a saját körünkbe tenni. De hát akkor úgy érzem, hogy legjobb esetben a folyó mentén tudunk majd ott vonalat építeni. Ha csak valami nagy... Ez katasztrófa volt. Ez a Clarksville, ez katasztrófa volt. Az olyan, hogy azzal nem számoltam, mint szóba jöhető vereség. Azzal nem is számoltam, hogy ott a 8-as egységet leüti nullára. Hatosokkal meg hetesekkel, tehát gyengébb egységgel ütött le egy erősebb egységet. Erőlködés nélkül. Ez az, amiért nem tudom ezt elfogadni. Az, hogy itt Fredericksnél kiütötte, az nem jó. De így jártam. Oké, azt hiszem a pacit föláldozta. A többiekért. Mondjuk a próba nem volt egyébként reménytelen, mert majdnem elvágtak. Sőt, technikailag el vagyunk vágva itt. Mindenki. Úgyhogy örülhetek, ha erre a vonalig vissza tudok vonulni majd. Anélkül, hogy itt mindenkit körülbelül elveszítsünk. Mert most ebből az egyből jön érdemi ellátmány meg innen a Harper's Ferry-ből. Plusz a HQ-k. Nyilván itt végtelenül menekülünk, ez menekülés lesz, ez nem visszavonulás. Az egyetlen jó hír, hogy ezt a pacit feláldozta, meg talán ezt is. De nagyon drága lesz nekem. Itt a fronton ezek a rosszul ellátott egyéb egységek, azok sorba le fognak esni. Oké, az tovább sérül, helyes. Volt még néhány másik a láthatatlan zónába, amelyik sérült, úgy érzem. Akadt még egy pár. No, hát csúnya pofonok. És rengeteg várost elvesztettünk. 2 veszteség, britek 50% fölött. Ami legalább ennyi jó hírünk van. Nem sok. Jön még egy hajó, meg egy Lee tábornok. Na. Hát megjön a nagy tábornokunk. 0. Oké.
Jó, 5 fölhúzzuk, mert hát ha. És akkor ő beállod a akadálynak. Hát nem azt mondom, hogy jó, de nem olyan rossz, így legalább elér valamit. Jó, ezek úgy látom erős farkas szemnézést játszanak. Ezt nem tudom, hogy jó-e nekem, de meglőttük. Ennyit elértünk. Aztán itt mi a helyzet? 3-1. Az egy 2-0 lett természetesen. Ahogy nem tudom, mert most nullásom van. Ja. Hát akkor lőjünk, mert az ingyen van effektív. Egyébként haszontalan volt ez is kávé. Jó, ezt gyógyítsuk fel, annyival előrébb vagyunk. Ezt húzzuk fel, mert még kellhet. Szintén gyógyítsuk fel, mert még kellhet. Te érkezz, mert már későn vagy. Gyógyulj! Gyógyulj! Három-három az egy elfogadható csere. És talán megölöd. Nem. Nem. De ha ő megöli, nekem az is jó. A 2-1 a megöléssel együtt belefér. Főleg, hogy akkor valószínűleg csak egy. Jó. Ez teljesen oké. Ez így jó kör volt. Oké, és akkor ő el van vágva. Drága, de elvágtuk technikailag. Csak őt ne lőjék ki. Csak őt ne lőjék ki. Ennyi az összfeltételem. Oké, oda tudsz menekülni, ahova kell. Vagy itt a paci ráfusson, vagy mellé lépjen, valamelyik, amelyik jó. Ha fel tudom gyógyítani, akkor jó, ha nem, akkor meglátjuk, hogy mi. Ott egy paci. Vissza a városba, majd onnan lépsz. Attól függ, hogy mit lép a gép. Oké. Kár. Ezeket tudjuk gyógyítani, és ha belép, az igazából még hasznos is. Jó. Missünk. 2, az jól hangzik. Az egy jó nyitó lépés volt. Az egy jó kör. Jó, és vissza a városba. Még ott se jó nekem, de... De ennél messzebb nem tudok menekülni. Természetesen semmi. Természetesen semmi. Mit kaptunk? Ahogy egy nagy büdös semmit.
Egy nagyvidős semmit, úgyhogy Lee megérkezik megvédeni a várost. Azt meg nem tudom kirakni ide. Eddig jó lenne egy folyami őrnaszádnak. Egészen barátságos lenne, csak szóba se jöhet. Mint látható. Á, majd kiderül, megvan az XP-je, meg lehet, hogy fel tudjuk fejleszteni. Ja, van egy városunk, meg egy hákunk, majd kiderül, hogy ebből mi sül ki. Egyelőre nem állunk jól, hanem katasztrófa ez a helyzet. És semmi nincs, amit tudok küldeni ide. Hogy őszinte legyek. Valahol itt volt egy kis csónakunk, de hát az ilyen... Ja, ott van. 4-1! Ó! Oh. De jó egység vagy, nem? Még jó, hogy ezt léptük. Ja, megúsztuk. Hát nem egy nagy eredmény, de megúsztuk. Jó. Ennyit tudok tenni. Plusz... Ahogy azt csak abba a kikötőbe tudnám kirakni. Az a baj, hogy mind a két helyen itt talán nem látja, és ha be akar lépni, akkor esetleg rám fut, vagy valami. Nem valószínű, de ki tudjana. És akkor lássuk ezt a katasztrófát. Lássuk ezt a katasztrófát. Jó, pacit elvágtuk. Alapvetően most is már 4 alatt van, úgyhogy már most is kilőhető. Ha úgy alakul. Jó. Ki meddig tud elmenekülni című játék. Gyors lépéssel se tudsz messzebb menekülni, mint ide. Oké, hát nem azt mondom, hogy jó vonal. Ezt a vonalat talán inkább kellett volna tartani. De el tudtuk hagyni a legkatasztrofálisabb helyet, plusz a pacit megettük. Azt megnyertük magunknak. Jó. Az a baj, hogy... Neki kell belépni. Nem mondod, hogy nincs mögötte semmi? Oké.
Nem mondod, hogy ez a két hely üres? Hogy ott lehetne valamit garázdálkodni? Hát nem ezt vártam. Mindegy, megöltünk egy egységet, és a két pacit elvágtuk. Azt hiszem megnyeri ez nekünk ezt a kört. Nem egy nagy kör, de megnyerte. Jó. Mit tudunk még tenni? Van 400 peták. Lehetne valamit a technikába önteni, de ami nagyon kell, az megvan, ezt meg szeretném gyorsítani, de nem hiszem, hogy ki tudom fizetni, mert azért vehetek egy egységet is. És ez azért elég nagy érték lenne. Főleg, hogy van most mit visszavenni. Olyan nagyon sok nincs, meglepően. Egy csomó ugye brigád volt, amit egyszerűen leesett ilyen értelemben. A Ranger az azért, mert messzebb lát. A spotting az megéri. Amiatt megéri. Hogy áll a ballonkutatásunk? Ja, hogy sehogy, mert sosem volt belefizetve. Már mondtam, mondván pacit meg egyebet tudunk venni mindig. Jó. Hát annyira nem rossz, mint lehetett volna. Összesen 3 egységbe került ez azért, és 2 elvágva szedünk le. Az úgy nem rossz. És ez 2 nagy paci. Ugye, úgyhogy azok azért elég értékesek. Tudunk itt őt fel lehetne gyógyítani, amit nagyon is jó lenne, ha megnéznénk. Jó. Következő körre kapunk valami egységet, ami használható. Hol állunk, június? Hát, kapunk egy gyalogot. Ezek már még egy kör múlva jönnek csak. És utána meg nincs is gyalog a listán. Utána semmi van a listán. Rengeteg hajó. Oké. Na, meglátjuk. Angolok jönnek, meg egy picit talán a többiek is, de főleg az angolok. Hát, a többiek nem nagyon. Ugye az angol lett a választott segítőnk. Nem tudom, hogy hasznos, mert ő valószínűleg szintén a blokkádban fog majd segítkezni. Arra lesz jó, hogy mondjuk egy ellenblokkádot megad, hogy ők fogják blokkádolni itt ezeket az ellátmányokat észak felé, ami vicces. Vicces opció, ha becsúszik. Majd meglátjuk. Azt hiszem ez ennyi volt, ez a kör. És mára ennyi lesz, mert ez ilyen. Most többet nem tudok megengedni. Ezt fel tudom gyógyítani? Na nem. Ő harcol, csak nem ért el semmit. Harcol, csak minek? Ő volt az, aki harcol, de minek? Ez nagyot fogott, hogy az megvan. Hát ez jó lenne. Ez a csapat katasztrófa. És tovább... Hát ez a baj, hogy amíg legközelebb jön erő, azt ide kell öntenem Nashville-hez. Hogy ne veszítsük el Nashville-t. És utána Memphis szintén ugyanez lesz Pepitába. Jó, ez egy hasznos lépés, itt esetleg megcsípjük majd azt a pacit. Itt lassan körbefoljuk ezt a csapatot, aztán majd valami lesz. Ezzel meglátjuk. Csak előbb-utóbb jön a kaliforniai banda, innen folytatjuk.